Sziasztok, ez itt a KBG Podcast, a helyi termelőtől az ambient zenéig. Ma egy olyan színész a vendégem, aki 13 éve van a pályán. Mind a 13 évet a gyergyói kulturális életre áldozta. Bár nem gyergyói, mégis itt érzi magát itthon. A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem befejezése után egyenesen Gyergyóba vezetett az útja. Szeret mindennel foglalkozni, és elmondása szerint rengeteg mindenhez ért, de semmit nem maxol ki soha. Talán a lustaság teszi. A műsor vendége Kolozsi Borsos Gábor. Szia, Franciska! Köszönjük szépen a bemutatást! Elmondtál mindent, meséljél kicsit erről a helyről, ahol most ez a podcast beköszönés hangzott el. Hát ez a, mi ezt úgy nevezzük a házban, hogy ez az iroda. Én itt szoktam dolgozni, Dalma is itt szokott dolgozni. Hát ez igazából a design szempontjából Dalmának feleségemé az ő keze munkáját dicséri a dizájnit. Na, az volt a lényeg számunkra, hogy legyen egy nagy hely, ahol elférünk asztalon ketten. Itt én is nyugodtan tudok dolgozni, be is szerelgettem magamnak egy csomó mindent, amire szükségem van. És ez az irodánk. Legfőképpen ugye, mivel hogy létezik egy podcast csatornám, ezért nagy részt podcasteket gyártok itt. Amilyen számgépes munka is, azzal szeretek dolgozni, az általában az itt történik meg. Nem volt soha olyan vágyom, hogy akkor én most tűzoltó, vagy nem tudom, rendőr legyek, vagy orvos. Valahogy az élet úgy hozta, hogy mivel hogy a szüleim is színház közeli emberek voltak, vagy színházban, népszínházban is dolgoztak, nekem a gyerekkorom az úgy telt, hogy nagyrészt az udvarhelyi akkori népszínház, kultúrházban, én gyerekként nagyon sokat futkostam, így ismertem minden ilyen kicsi zegzugot benne, és én ezt nagyon élveztem. Nem volt tudatos bennem akkor az, hogy színházzal foglalkozni, vagy hasonló dolog, de egy adott ponton úgy hozta az élet, hogy meg se fordult a fejembe, hogy valami egyebet csináljak. Tehát, hogy amikor elkezdődött udvarhelyen egy drámaosztály, akkor számomra egyértelmű volt az, hogy én drámaosztályba menjek. Utána, hogy befejeződött a drámaosztályos 4 évem, utána teljesen egyértelmű volt, hogy én színire menjek, és miután a színit befejeztem, egyértelmű volt számomra, hogy akkor színész leszek. De nem volt ez soha tudatos. Tehát soha nem volt az, hogy akkor én megterveztem, hogy akkor én ezzel fogom kezdeni, és ezzel fogom befejezni. Mindig valahogy így jött az egyik dolog a másik után. Hála Istennek én még abban az időszakban végeztem, amikor még azért nem volt annyira telített a szakma, és nagyon sok igazgató így már felhívta a figyelmet a színházára, nekünk másod-harmadéveseknek, hogy mennénk-e, mondjuk Váradra kaptam így meghívást, volt szó róla, hogy Udvarhelyre is, de hogy nem voltak ezek olyan nagyon konkrétak, akkor keresett meg a színház, a figura akkori igazgatója, Béres Laci, hogy nem eljönnék versenyvizsgázni. Én nagyon keveset tudtam a főiskola alatt a figuráról. Láttunk egy-két előadást, hát most talán a Világtalanok volt az egyik, amire emlékszem, és a Rókajáték volt a másik, amit láttam, és valahogy egy olyan más atmoszférájú színház volt már akkoriban. Érj, Anika, Lerna, ne felejts el, meg tud akarni, hogy hol van Cságyin, él, egészséges, ekkor még ennyit kiszagadtunk. Na, jó lenne most már sietni. Na és akkor kaptam ezt a felkérést Laci részéről, hogy jöjjek versenyvizsgázni. Én el is jöttem, de ezt természetesen megelőzte azt, hogy én voltam versenyvizsgázni Nagyváradon is. Nem saját szándékomból, hanem az egyik volt évfolyam társam, vagy osztálytársam akart versenyvizsgázni. Nekünk meg volt egy közös, egy ilyen two-man show-nk, és azt kérte, hogy menjek el vele versenyvizsgázni. Versenyvizsgáztunk, őt föl is vették, és engem is Meleg Vili, az akkori igazgató, mondta, hogy hát akkor jövőtől, akkor mondom, de hát én nem jövök. Hát de ő teljesen úgy gondolta, hogy akkor én jövőtől náluk fogok dolgozni. Mondtam, hogy nem, mert a figurától kaptam egy ugyancsak felkérést a versenyvizsgára, és valahogy, nem tudom, akkor abban a pillanatban szimpatikusabb volt. Tény, hogy akkor a Váradi színház nem volt olyan vonzó, mint mondjuk ma, de valahogy a figura jobban érdekelt, és emiatt úgy döntöttem a figura mellett.
ez is úgy indult, ez is egy, nem egy tervezett dolog volt, vagy lehet, hogy a tervezett dolgok között is egy olyan kicsit tervezett dolog volt, hogy én valamiért, amiután a főiskoláról kikerültem, nekem volt egy vágyom arra, hogy diákokkal foglalkozzak. Valamiért azt hittem, hogy én már annyit tudok a főiskola után, vagy az egyetem után a színházról, hogy hát akkor ezt tovább kell adni, mert hogy rengeteg tudás van bennem. Tehát balgán erre gondoltam. De volt egy lehetőség arra, az akkor a Salamon Ernő gimnáziumban létezett egy Maszkító nevű színjátszó csoport. És én bementem, bekopogtam az igazgató irodába, és azt mondtam, hogy én ez és ez vagyok, én most végeztem, nagyon szívesen dolgoznék diákokkal, van rá lehetőség. Pont persze nagyon örültek nekem, hogy szakmabeli jön diákokkal foglalkozni. Akkor természetesen vezettem már két tanár ezt a csoportot, de befogadtak, hogy közben én is besegítsek nekik. És ez addig-addig alakult, talán egy-két évet dolgozhattam a Maszkítónál, hogy csináltunk már előadásokat közösen, meg fesztiválokra mentünk, ilyen Odifra, meg Padifra, meg hasonló fesztiválokra, és egyre nagyobb lett az érdeklődés a színjátszó kör iránt a diákok részéről. És akkor valamiért megjelentek a Sfântúból, a Sfântú Nikolai liceumból is diákok, de hát ugye mivel hogy ez a Salamon diákszínjátszó csoportja volt, hát nem nagyon örültek neki, hogy külsősök is vannak benne, és ekkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy akkor jó lenne indítani egy olyan diákszínjátszó csoportot, ahol megkötések nélkül bárki jöhet, és akkor ebből alakult meg a szinkron csoport 2010 februárjában talán, ha jól emlékszem. Évente azért 12-15 diák azért részt vett a színjátszó csoport munkájába, akkor mondhatunk akár 100-nál többet is. Tehát, hogy legalább ennyi diákkal biztosan foglalkoztam. Amiben persze lett egy csomó, aki színházzal kezdett tovább foglalkozni, volt olyan, aki dramaturgiával foglalkozott tovább, aki színész lett, vagy koreográfus lett, tehát, hogy most már lassan oda jutok, hogy néha van helyzet, amikor a saját volt diákjaimmal is játszok színpadon. Van egy pontos emlékem arról, hogy miért kezdett el érdekelni a technika vagy a technológia. Valamikor 11-12 éves koromban, vagy lehet, hogy később, most erre nem emlékszem pontosan, megkaptam az első számítógépemet, PC-met otthonra, és persze egy évig az ember, amíg tanulja, hogy az hogy működik, és egy adott ponton azt kezdett el érdekelni, hogy jó, de mi van benne? És akkor elkezdtem szétszedni, akkor elkezdtem azzal foglalkozni. Tehát abban az korszakban még ez nem volt olyan felfutott dolog, de hogy bele nyúlkáltunk gépekbe, vagy cserélgettünk benne dolgokat, és elkezdett érdekelni ezt, hogy lehet akkor mondjuk több RAM-ot tenni egy gépbe, vagy hogy lehet kicserélni egy hangkártyát például. És valami miatt ez annyira elkezdett érdekelni, hogy technikailag hogy működnek ezek a cuccok. Hallasz minket? Aufidius! Halló! 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 Nem hallunk téged, Aufidius! Halló! Igen? Nem hiszem el, na. Halló! Baszdmeg, nem tudtátok megoldani, itt vannak a szomszédba! Aufidius, halló! Mi hallunk téged! Halló! Ó, leárnyékul ez a szar! Ó, most hallak, áve mindenkinek! Áve, áve! És persze kezdtem akkor már figyelni a technikát is, hogy milyen újdonságai vannak, ami mai napig egyfolytában érdekel, hogy milyen technikai újdonságok vannak. Nem tudom, egy adott ponton úgy összenőtt az életem a technológiával vagy a technikával, hogy így ilyen, egy kicsit ilyen kütyűfan lettem, hogy így mindenből kell egy kicsit, mert látnom kell, fognom kell, ki kell próbálnom. Arányaiban sokat, tehát mondjuk ahhoz képest, hogyha nem csinálnék semmit, ahhoz képest nagyon sokat mozgok. Ez is egy olyan periódikus dolog, mint a sok mindennel foglalkozásom, mert vannak pillanatok, vagy vannak hetek, amikor nagyon rágyújtok, és akkor nagyon sokat próbálok mozogni. Most a mozgás alatt értsünk futást, tehát hogy nem vagyok az a gyúrós fajta, nem vagyok az, aki túrázni a szeretek, meg futni a szeretek, de hogy vannak időszakok, amikor ezt nagyon csinálom, tehát akkor nagyon tudatosan beosztom magamnak, hogy egy hét alatt mikor mennyit kell megcsinálni, és akkor vannak olyan időszakok, mint mondjuk az elmúlt egy-két hetem, amikor ilyen
most így nincs kedvem. És hogy nem tudom rávenni magam, hogy megcsinálom, vagy kimenjek szaladni, vagy nem tudom. De mindig ez is ugyanúgy, ahogy a sok mindennel, hogy így jön egy időszak, amikor aztán nagyon elkezdem ezt csinálni. Jött az, hogy a feleségemmel eldöntöttük, hogy na akkor jó, hónaptól mondjuk elkezdünk szaladni. És először vettünk magunknak, ugye az első a halandó futónál vesz magának mindenféle cuccot, amiben úgy néz ki, mintha egy igazi szaladó lenne, és akkor kimentünk a kapu elé, és elindultunk az utcán fölfelé. Az utca végén mind a ketten gyakorlatilag levegő nélkül maradtunk, fulladoztunk, azt mondtuk, hogy ez nem nekünk való. Utána hazajöttünk rá két napra, hogy de menjünk ki még egyet szaladni, és akkor addig, hogy már eljutottunk az utca végéig, úgyhogy éppen nem haltunk bele, aztán már eljutottunk a sugárútig, ott még mindig nem haltunk bele, akkor aztán eljutottunk mondjuk a Battyányig, és akkor így lassan-lassan növeltük a távot, amitől egy adott ponton egy olyan függősége lesz ennek a dolognak, hogy egy, benne van a versenyhelyzet a szaladásban, tehát az, hogy mindig egy kicsit jobb legyek, hogy valakinél jobb legyek, vagy valakihez képest legalább jó legyek, és akkor az ember elkezd olvasni róla, és akkor dolgokat, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy miért nem halnak meg a maratonfutók az első 3 kilométer után, és akkor ezt elkezdi kipróbálni az ember, és akkor tényleg ez működik. Mi van még? Én pedig megkértem mind a két busznak a sofőrjét, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus! Hogy két hétig ne dudáljanak a kanyarban. Cipriani! És Castrinerni a Márk találójában? Nem fog találni! Most is darál! Nem lehet, ledaráltuk előre a két hétre vonat! Nem azt hall! Te darálsz itt, fiam! És eljutottam most már arra a pontra, hogy most már mondjuk belemerek fogni egy hosszú távba, és most a hosszú távot ezt most egy futó nevetne rajtam egyértelműen, hogy mondjuk egy 10-15, akár 20 kilométerig beleszaladni egy hosszú távba. De tudom azt, hogy mondjuk ezt másfél évvel ezelőtt azt mondtam volna magamnak, hogy hát nem baj, majd le fogsz tudni futni egy félmaratont, akkor azt mondtam volna, hogy biztos nem. De eljut az ember odáig, hogy azt mondja, hogy na hát akkor ez meg lehet csinálni. Tehát és akkor az ember néha teszteli is magát azzal, hogy reggel felöltözöm és leszaladok Szárhegyre, onnan Alfaluba és onnan visszaszaladok. Onnan jött az ötlete, hogy nagyon sok mindenbe belefogtam, de mindenképpen eszembe... És ezt még pont nem próbáltad? Igen. Ugye a fotózástól elkezdve videózással minden marasággal próbálkoztam. Mindig volt bennem egy olyan, hogy valahogy tartalmat gyártani az internetre, mondjuk a színház ugye az egy analóg szakma, és nekem kellett valami digitális tartalom is, és nagyon sokat gondolkodtam, már kölyökkorom óta, ha videózni lehetett, videóztam egy kicsit, ha már elkezdtem megtanulni egy vágóprogramot, akkor már vagdostam valamiket, összerakosgattam, és ekkor jutottam arra pontra, hogy videózni nem tudok, tehát az túl bonyolult és túlságosan költséges ahhoz, hogy az ember videózzon, ezért úgy döntöttem, hogy a hangomat fogom akkor használni, mert gyerekkorom óta mindig mindenki mondta, hogy olyan jó hangod van, olyan jól dörmög, olyan miután utálásom megvolt, hogy olyan jól dörmög, olyan jó kellemes hallgatni a hangodat, és most jutottam erre arra pontra, ugye hát ez egy olyan nagyon ügyesen felívelő ága podcast az interneten, hogy hát akkor ez az, na pont ez az. Ugye gyerekkoromban, kölyökkoromban, tinédzserkoromban én rádiózgattam egy ilyen ifjúsági műsornak, és valahogy ezt úgy szerettem csinálni, meg a másik az, hogy érdekeltet, hogy alapvetően azt látom a világban, hogy ma ilyen nagyon gyorsan kell interjúkat csinálni, ilyen nagyon pörgősnek kell lennie, ilyen két kérdés, zene, bizé, tehát ilyen nagyon, tehát egy interjúban nem nagyon tudsz meg egy emberről semmit. És akkor jött ez az ötlet, bevallom azt is, hogy nem saját indítatásból, hanem van egy nagyon kedves podcaster az életemben, aki miatt, és ezt a futással is összeköthető Simonyi Balázsnak hívják, aki nem csak podcaster, ő filmrendező, meg minden fél évvel foglalkozik, meg a Simpson családban Bartnak ő a magyar hangja,
De hogy elkezdtem hallgatni a podcastjeit, van egy Büntetőkör nevű podcastja, meg egy Laza 10-es című podcastje, és annyira izgalmasnak találtam ezt a műfajt, azt, hogy ő nem problémázik azon, ha egy műsor a 2 órába telik, tehát hogy tényleg csak azt hallgatja úgyis végig, aki szeretné, és emiatt is indítottam el egy olyan podcastet, amiben hosszas, úgynevezett mély interjúkat csinálni emberekkel. És mi lenne a következő ilyen projekt? Van már a fejedben valami? Újdonság? Vagy ezt még nem mutatod meg annyira, hogy ilyen... Oh. Zenélni szeretnék nagyon, csak mivel nem tudok hangszeren játszani. Tehát nagyon, ez is egy olyan, na itt is a zenében is van egy olyan dolog, amivel sokszor belekezdtem, már diákkorom óta szerettem volna dobolni, bár azt nem tartják zenésznek. De hogy, és mondjuk néhány évvel ezelőtt dobszettet vettem magamnak, és beleuntam. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ha elektronikával kötöm össze a zenét, akkor jobban megfog, és lám az lett belőle, hogy akkor elkezdtem megtanulni ilyen dolgokat is, és akkor már így magamnak már mondjuk tudom, hogy mit jelent az, hogy C, D, E, már egy zongorán, mert ugye középiskolás koromban tanultam zongorázni, nagyon keveset nem is tanítottak zongorázni, keveset tanultam, de hogy már mondjuk a fülem után már ugye el tudok kezdeni ilyen elektronikus, ambientebb zenéket csinálni. Nekem az tökéletesen elég pihentetés, ha becsuktam egy ajtót egy szobába, és én lefeküdtem egy ágyra, és onnan teljesen mindegy, hogy mit csinálok, tehát hogyha telefon van a kezemben, vagy egy tablet van a kezemben, vagy éppen egy laptop előtt, vagy tévé, film előtt ülök, meg minden, de az nekem pihentet, tehát elég, hogyha ki tudom kapcsolni egy kicsit vele az agyam, vagy valami egyébet csinálok, nem minden esetben pihentető ez a dolog, de megnyugtat, vagy nem tudom, tehát egy kicsit leülepít engem, igen. De szeretek filmet nézni, azokat szeretem, meg hát így, ha egy nagy filmet kell kiemelnem, amit 2-3 évente újra nézek, az a Keresztapa. De az egyik legnagyobb kedvencem, és ennek nem csak filmes változata miatt kedvencem, de nagy gyűrűkurás vagyok. Mm-hmm. De természetesen kölyökkoromban könyvolvasás után jött a film, és akkor be voltam zsongva tőle rettenetesen. Stílusokat szeretek, nagyon szeretem a fantasyt, tehát hogy önmagában a fantasy filmeket nagyon szeretem. A Keresztapának egyszerűen a stílusát szeretem például. Nem, nincsen kifejezetten nagy kedvencem. Mindig valamilyen film, valamilyen köthető számomra, és amiatt fontos. A Gyűrűk ura azért fontos, mert rajta keresztül ismerte meg a feleségemet. Tehát, hogy... mert a feleségemmel úgy ismerkedtem meg, tehát volt egy ilyen balga fogadalmam, hogy azt a nőt elveszem feleségül, amelyik végignézi velem a 9,5 órás Gyűrűk urát. És Dalma képes volt végignézni velem ezt a filmet, úgyhogy el is vettem feleségül. Na jó, persze ez a poén része, de hogy, tehát, hogy nekem például az amiatt is egy fontos film. Nem tudom, sok mindent és sokféle filmet szeretek. Volt egy időszak, amikor például szerettem volna kocsmáros lenni. Tehát, hogy de dolgoztam ebben a műfajban, tehát, de én ezt szerettem egyébként. Tehát, hogy ez egy olyan műfaj volt, ahol emberekkel lehet dumálni, de közben van benne piálás is, de hogy van egy ilyen kevésbé feszengős hangulata a kocsmának. Igazából azt szeretném, ha mindenhez érthetnék egy kicsit. Tehát én azt nem tudom, tehát úgy szeretném, hogyha nem tudom, mikrocsipeket tudnék gyártani, úgy szeretném, hogyha tudnék autót szerelni, úgy szeretném, ha tudnék, nem tudom, értenék tökéletesen az állattenyésztéshez, vagy mezőgazdasághoz, vagy nem tudom, tehát mindenhez szeretnék érteni egy kicsit, van, amihez egy kicsit értek is. Nincs álomszakmám, tehát hogy nincs, én szeretek színész lenni, tehát hogy ez nekem jól esik, még én ezt szeretem csinálni. Nem tudom, nincs olyan, ami, de minden érdekel egy kicsit. Na reméljük az is fog érdekelni, amivel készültünk. Arancsa. Köszönöm szépen. Haha. Mutatom. Még nem tudom mi az. Ah! Ez jó! Fogok rollbázni!
Ez jó, ez nagyon vagány. Soha életem, világ életem, nem, bocsánat. Mióta Gyergyóban vagyok, elkezdtem jégkoronggal gót nézni, nagyon-nagyon kezdtem megszeretni, bár sose voltam ilyen nagy sportnéző, és a jégkorongot azt nagyon-nagyon szerettem, és most is nagyon szeretem, és minden is barátomnak mindig azt mondtam, hogy ha egyszer én rólbázhatnék a jégpályán, de jó lenne. Na, ennek örülök nagyon. Á, de jó. Menjünk szaladni!